kicsit, és elkezdeni. A Márásfélnek talán a legfontosabb üzenete, ha van ilyen egy-egy koncertnél, hogy a művészet csodája, hogy minden időben, mindegy, hogy milyenek is azok az idők, kerít alkalmat arra, hogy fontos dolgokat előtérbe helyezzen, és akkor is beszéljen róla, amikor esetleg nem annak van az ideje. Most ez így furcsán hangzik pont a mai napon így beszélni, mert hiszen pár napon belül ugye odaérünk ehhez az ünnephez, aminek aktualitását mindenki a maga módján tudja megélni, átélni, és hát ugye szokták mondani, hogy háborúk idején a múzsák hallgatnak, de a művészeknek és a művészetnek nem szabad semmiképpen, pont azért, hogy a felejtést, mint olyat ne engedje meg az utókor számára, hanem igenis mindig vesse fel a kérdéseket és a tanulságokat a múltból. És van még egy nagyon nagy erénye a művészetnek, hogy a közönség tekintetében teljesen egyenlő, vagyis nem tesz különbséget ember és ember között, mindenkinek egyaránt szól, akár közösségben hallgatja, vagy szemléli azt a művészetet, akár csak egyénként éppen egy adott pillanatban, de ennek köszönhetően ugye ad lehetőséget talán az elmélyült gondolatokra is. Ennek fényében és ennek gondolataival próbáltam a mai műsort összeállítani, amiben tulajdonképpen sok minden szerepel. Ugye vendégeink, akik ma részt vesznek ezen a műsoron, szöveget is olvasnak majd föl, verset is mondanak, és természetesen énekelnek. Mi magunk pedig majd zongorázunk. Kivételesen, mert tudom, hogy a taps és az öröm az hál' Istennek szoros része a koncerteknek. Most mégis lehet, hogy talán egy kicsit furcsán hangzik, hogy azt mondom, hogy pont azért, hogy egy kicsit többet tudjunk elmélyülni, nem is ragaszkodom annyira ahhoz, hogy minden egyes produkció abban a pillanatban legyen értékelve, mert a műsorokán azt hiszem, hogy most a művészetnek, nekünk magunknak valójában egy kicsit háttérbe kell szorulnunk, és az üzenet talán egy kicsit fontosabb, amit a mai produkció szeretne megjeleníteni. Ami persze azt jelenti, hogy a végén természetesen, ha erőfeszítéseink kellőképpen jól sikerülnek, megköszönjük a tapsokat, de mégis az lenne ma az én részemről az elgondolás, hogy egyben szeretnénk ezt a műsort úgy prezentálni, ahogy kitaláltam. Az eleje és a vége jól érzékelhető lesz. Magyar zeneszerzők műveit fogjuk mi is játszani, de az első és az utolsó mű, azok egy-egy Johann Sebastian Bach mű átiratai, amelyet Kurták György írt át. Ezek elég világosan el fognak különülni, úgy egyébként a műsortól, amit végig eljátszunk, úgyhogy érzékelhető lesz, és reméljük, hogy a kellő hangulatot meg tudja teremteni a mai napra. Úgyhogy mindenkinek azért a szokásos módon jó szórakozást kívánok.
Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt, e lángoktól ölelt kis ország. Messzeringú gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ágas, remélem testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe annak térképe táj, nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejt a térkép? Gyárat, s vadlaktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelít tanyát, az gyárat lát alá csőn és szántóföldeket, míg én a dolgozót is, ki dolgáért remek, erdőt, füttyös gyümölcsöst, szőlőt és sírokat, a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat. És mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház, és a bakter előtte áll és üzen, piros zászló kezében, körötte sok gyerek, és a gyárak udvarában komondor hemperek. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol méz, hol áfonya. És az iskolában menvén a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én. Ím itt e kő, de föntről e kő se látható. Nincs műszer, melyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi. Akár a többi nép. Tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp. De élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, és csecszopók. Akikben megnő az értelem, világít bennük, őrzik. Sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke újja, s folytott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó éjfellek. Thank you.
Kossuth levele feleségéhez. Vettem kedves kezed sorait, de lelkemnek mondhatatlanul fájt az aggodalom, a roskadozó csüggedés, mely sorain végigömlik. Írtsd ki lelkedből, angyalom! Engem nem veszély! Engem érdemtelen dicsőség veszen körül, szavaim szárnyán a honnak védangyala látszik lebegni, s utamban ezerként kell fel a magyar. Még csak 4 helyen voltam, és e 4 helyről 11 000 férfiú kelt fel szavamra gyalog és lovon tömegestől, s 3 nap alatt a Dunánál lesz. Én, ha végigmegyek a magyar hazán, egy népvándorlás kél fel utamban, melynek híre maga megképes állítani az ellenséget. Ha tudtam volna, hogy így készségre találok, nem kellett volna Pestről mozdulnod. Nem igen hiszem, hogy az ellenség Pestig jöjjön. Kecskeméten országos vásár volt. Kimentünk zászlómmal, kísérőimmel. Szólottam a nép ezreihez Isten szabad ege alatt, s a nép ezrei megesküdtek velem a nagy Istenre, hogy egytől egyik felkét a hazát megvédeni. Oly jelenetet sosem láttál, miként csókolták ruhámat, s vitték proklamációimat mindenfelé. Másnap már futárok jöttek Csongrádból. Kecskemétről pedig ma és holnap 5 000 ember megyen Jelasics ellen. Onnan ma Abonyba mentem. Messze föld. És mondák, hogy ott hidegen fognak fogadni. De hogy fogadtak hidegen? A hidegnek mondott nép felgyúlt, mint a villám, és megesküdött, és felkél tömegestől. Thank you.
Kossuth toborzó beszéde, 1848. júliusa. Magyarok népe, nemzetem büszkesége, szegény, elárult hazám oszlopa, mélyen megilletődve hajlok meg előtted. Mikor a városhoz közeledtem, sajnálni kezdém, hogy mellemből kifogyott a hang. De midőn e népet látom, úgy látom, hogy nincs mit sajnálnom, mert itt többre nincs szükség, mint hogy a lelkesedés előtt mélyen meghajoljak. Midőn én, mint az ország teljhatalmú biztosa, a honvédelmi bizottmány egyik tagja, népfelkelést intézettő, utaimban más helyekre bementem, azért mentem be, hogy lelkesedést ébresszek. De ide azért jöttem, hogy itt a lelkesedést szemléljem. És én mondhatom, örömmel szemléleme város népében a lelkesedést, mert veszedelem fenyegeti szegény elárult hazánkat, oly veszedelem, melyhez hasonlót évkönyveink nem mutatnak, s melynek láttára némely kicsinyhitűek a fővárosban azt mondák, hogy a magyar nemzet napjai megszámítvák. De én azt mondám, ez nem igaz. Alkudozásba akartak kezdeni Jelasiccsal, ama gaz árulóval, kit az ármány pokoli céljainak kivitelére. Arra, hogy csak nemrég visszanyert szabadságunkat, s függetlenségünket kezeinkből újra kicsavarja, s a népet újra a szolgaság jármába hajtsa, eszközül szemelt ki. De én azt mondám, hogy mielőtt a nemzet annyi erővel, s küzdelemmel kivívott szabadságából csak egy hajszányit is elalkudnék, elmegyek és megtekintem a népet. És most, miután látom a népet, látom szemeiben a lelkesedés szikráit, nem késem megírni a fővárosba, hogy e város népe az árulóval való minden alkudozás ellen ünnepélyesen tiltakozik. Megírhatom-e ezt? Igenis megírom, hogy miután e várost, s népének százait a haza szerelmétől lelkesülve láttam, kőszírté sziráldult keblemben a hit, hogy e haza lépjen bár a pokollal szövetségre ellene az ármány mentve lesz. Krisztus mennyei országát megalapítandó a földön, egynek választottai közül azt mondá, e kősziklára építem az egyházamat. És én hasonlóan mondom, hogy a lelkes népre építem nemzetem szabadságát, és a pokol kapui erőt nem vesznek azon. Oly hatalmasnak hiszem a népet, hogyha felkelés összetart, a ropogva összerogyó ég boltozatait is képes fenntartani erős karjaival. E népre minden esetben szükségünk lesz. Ha győzünk, a győzelem gyümölcseit learassa. És ha vesztünk, a veszteséget győzelemmé változtassa. Én esküszöm a mindenható Istenre, ki védi az igazságot és a hitszegő árulót megbünteti, esküszöm, hogy hazánk szabadságából egy hajszányit utolsó csepp vére még elraboltatni nem engedek. Esküszöm, hogy hazánkat védeni fogom, míg karomat felemelhetem. A magyarok Istene úgy segíjen és áldjon meg engemet. Hajdan midőn a hazát veszély fenyegette, hős apáink véres kardot hordoztak körül az országban, s ennek láttára, mint sasok repültek harcmezőre a vitéz magyarok. Én látván a haza jelen veszedelmét, zászlót ragadtam kezembe, megesküdve, hogy addig nem nyugszom, szegény fejemet nyugalomra nem hajtom, míg az elárult hazafiait szabadságának megmentésére annak árulói ellen zászlóm alá nem gyűjtöm. De most, miután a népnek lelkesedését látom, bízvást összehajtom e zászlót, e zászló nem enyém többé. Én e nép zászlója alá állok.
magyarok! Testvériség köt össze bennünket. Nincs nemes és nemtelen többé. Egy hazának fiai, polgárai, testvérek vagyunk mindnyájan. Tehát testvérileg összetartva ragadjunk fegyvert az árulók ellen. Legyünk készen hazánk oltalmára. Testvérek! Ha úgy jöttem volna e városba, mint valamely rendkívüli örömnek, boldogságnak hírnöke, igényelhettem volna talán tőletek kozorúkat. De miután ide siettem körötökbe, hogy benneteket fegyverbe, a haza megmentésére hívjalak fel, azon virágkoszorúkat, melyeket lelkes hölgyeidek utamban elhintettek, nem tekinthetem másképp, mint eléjelőjül azon győzelemnek, melyet a haza ellenségei nem sokára kivívandunk. Egész életem küzdés és szenvedés vala. De e pillanatban jutalmazva érzem magam. Ám pihenni nem fogok. Árva fejemet nyugalomra nem hajtom, míg el nem mondhatom az írás ama szavait. Bocsásd el, Uram, szolgádat, mert látták szemeim hazám szabadságát, boldogságát megmentve. Keblem tele érzéssel. Még sok mondani valom volna hozzátok, de az érzés elfojtja ajkamon a szót. Remélem, még lesz alkalmam hozzátok bővebben szólani. De nézzétek! Sosem sírtam. És most könnyezek. Mert minden halálomig szeretlek, édes hazám. Édesanyámnak is, testvéreinek szeretett városa.
Föltámadott a tenger, a népek tengere. Ijesztve eget, földet, szilaj hullámokat vett rémítő ereje.
Látjátok ezt a táncot? Halljátok e zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogyan mulat a nép. Rendben is ülött a tenger. Hánkulnak a hajók. Süllyednek a bokorra. Az árbóc és vitorra megtörve tépve lóg. Tombold ki, te özönvíz. Tombold ki magadat. Mutasd mélységes medred. S dobáld a fellegekre rémítő tajtékodat. S jegyezd vele az égre örök tanúságul. Habár fölül a gája, s alul a víznek árja, azért a víz az úr. Talpra magyar! Hív a haza!
Itt az idő most vagy soha. Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés, válaszolok! A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig. Kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Selonnai Bitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kard. És mi mégis láncot hordunk, ide beled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez, mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.
Isten!